Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Börtönben letartóztatta a bíróság a 6 éves lánygyilkosát. Szemléletformálás, bálteszéki gimnazisták segítik az erdőtakarítást Gemencben. Borbarátság, a Hungária takarék összehozta Villány és Szexárd borászait. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 19 éves férfit, aki pénteken ölt meg egy 6 éves kislány Szexárdon. A gyilkos, aki az áldozat unokatestvére volt, korábban már beismertetettét a rendőröknek. A kislány testvére szerint a támadó egy téglával verte agyon az áldozatot. Az ügyészség szóvivője azt mondta, legalább 6 alkalommal ütötte meg a kislány fejét. Fogtam a kis fejét, akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakban találta meg a saját anyja még pénteken. A nőt sokkolta a borzalmas látvány. Tebben laknak, de hátul van egy kis szoba. A meggyilkolt kislány családjának házát mutatta az egyik szomszédjuk. A férfi ismerte a támadót és az áldozatot is, ugyanúgy, mint mindenki az utcában. Unokatestvérek voltak. Azt mondja, voltak problémái a fiatal embernek. Ez az ember sajnos olyan volt, ilyen pszichopata. Ez volt is börtönben, amit 2 évet leült, tudja, drog végett. Teljesen megbolondult. A gyilkossággal gyanúsított férfi megpróbált öngyilkos lenni, miután megölte a kislányt. Erről beszélt még az eset másnapján egy utcabeli nő. Bejött, megfogta a kés, élesbe fölvágta az erejét. A nyakát. És hát szerintem, hát ha valaki maga, hát ezért akarta magát megölni, mert megbánta. Az ügy miatt vasárnap tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Kiderült, hogy a gyanúsított férfi még a 20. életévét sem töltötte be, és csak részben ismerte be a gyilkosságot. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe vételére került sor. A hatóság és a helyiek viszont biztosak abban, hogy ő volt a tettes. Úgy tudjuk, a támadó hozzátartozóit életveszélyesen meg is fenyegették az utcabeliek, ezért a rendőrség vezetője különleges intézkedéseket rendelt el. Az eset kapcsán tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára a szexuális rendőrkapitányság vezetője a bűncselekmény elkövetésének tágabb környezetében elrendelte a 24 órás rendőri jelenlétet a közrend fenntartása érdekében. Megyünk a lányomat! Megyünk a lányomat! Egy utánat megyek a börtönbe! Az áldozat dühös hozzátartozói várták hétfő délután a bíróság előtt a gyilkossággal gyanúsított férfit. Rengeteg rendőr biztosította a helyszínt. A kislány nővére azt mondta, egy téglával verte agyon a testvérét a gyilkos. Téglával? Nem tudom. Le volt dobva a nagrágja neki. Kis bugyját, ott a tiszta vér volt, mindene. Belemosolygott a kamerába a 19 éves gyanúsított, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból, nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság most arról döntött, hogy letartóztassák-e 30 napra. A tárgyalóteremben nem engedtek be újságírókat, utána viszont a szexuális törvényszék és a Tolna megyei főügyészség közös sajtótájékoztatót tartott. A szexuális járásbíróság nyomozási bírája 1 hónapra rendelte el a gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménye, amelyet a jelenlegi minősítés alapján a törvény 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A büntetett előéletű férfi szabadlábon hagyása esetén a bíró szerint újabb bűncselekményt követhetett volna el. 2017-ben egyébként már gondnokság alá helyezték, mert egy másik ügyében a szakértő pszichés zavart állapított meg nála. Most ezt is figyelembe vette az eljáró bíró. Jelenleg BV intézetben kell ezt a letartóztatást végrehajtani, azonban a nyomozási bíró rendelkezett arról is, hogy a gyanúsítottat az elme megfigyelés céljából, majd amennyiben előre egyeztették, későbbiekben át kell szállítani az igazságügyi elme megfigyelő intézetbe, szintén 1 hónap időtartamra. A férfi eddig ismeretlen indokkal csalt el a 6 éves kislányt a házuktól a patak partjára, ahol végzett vele. Ezt követően kezdte el bántalmazni,
a bántalmazás során valamilyen eszközt használt, ahogy hallottuk, ennek a beazonosítása egyelőre nem történt, meg az a nyomozás további feladata. Ezzel az eszközzel legalább 6 alkalommal ütötte meg a fején a sértettet. Az ügyész most arról is beszélt, hogy a gyilkos valóban megpróbált öngyilkos lenni. Amikor a gyanúsított értesült arról, hogy a holttestet megtalálták, ő egy önsértést követett el. A férfi tehát 30 napig már biztosan börtönben marad, de tettéért akár 20 év börtönt is kaphat. Eközben az interneten a kislány családjának ismerősei gyűjtésbe kezdtek, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő szülők méltó módon tudják eltemetni a 6 éves áldozatot. Sajtótájékoztatót tartott a regionális média képviselői számára februárban kinevezett Kovács Pál államtitkár. A nukleáris szakember elmondta, hogy a hazánkban termelt villamos energia felét, azaz a hazánkban elfogyott villany harmadát a jelenleg működő atomerőmű biztosítja. Ennek élettartama 2032-2037 között lejár. A biztonságos, megbízható energiatermelés nemzetbiztonsági kérdés, mellyel a jelenben is folyamatosan foglalkozni kell. A Moszkvában atomerőművek és berendezések szakán mérnök hőfizikusként végzett szakember sajtótájékoztatóján elmondta. Magyarország áramfogyasztása soha nem látott méreteket ért el az elmúlt évben. Idén már több alkalommal megdőlt a rendszer terhelési rekord. Bár az energiatakarékos eszközök alkalmazása terjed, ennek ellenére a gazdaság fejlődése miatt a villamos energiafogyasztás nő. A paksi atomerőmű két új blokkjának megépítését elsősorban azonban nem ez, hanem a meglévő áramtermelő kapacitások kiesése teszi szükségessé. Az államtitkár kiemelte, a szénerőművek és egyéb konvencionális erőművek alkalmazása versenyképtelenné válik, mert az energiatermelés befolyásoló tényezők megváltoztak, továbbá a klímavédelmi célok elérése elsődleges szempont lett a szakemberek számára. Megújuló energiaforrások és az atomenergia párhuzamos alkalmazásával tudjuk megteremteni egyszer az energiaellátást és az energiaellátás biztonságát is. Magyarán szólva kell mindig a megújuló energiaforrások mögött olyan energiaforrás, amely masszívan bármilyen körülmények között képes az áramellátásra versenyképesen, biztonságosan és megbízhatóan. Az atomenergia az pontosan ilyen. Az államtitkár hozzátette. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, azaz az OECD friss tanulmánya szerint a megújulók arányát gazdasági és technológiai szempontból legfeljebb 30%-ban javasolt alkalmazni az energiakosárban. A MAVIR közelmúltban megjelent kapacitás elemzése kapcsán Kovács Pál megjegyezte, hogy az előrejelzések szerint 2033-ra a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség van-e Paks 2-re, hanem hogy még milyen további erőművek épülnek. A hazai erőműpark legjobban teljesítő egysége Paks kihasználtsága évek óta 90% körül vagy afelett van. Az új blokkokkal Magyarország villamos energia ellátásának biztonsága nő, hisz az áram forrása az ország határon belülről lesz biztosítható. Összegezte az államtitkár. Csalókra figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az adathalászok a közelgő adóbevallási időszakot kihasználva próbálnak meg ügyfélkapus és bankkártya adatokat megszerezni. Ehhez a NAV nevében e-maileket és SMS-eket küldenek adóvisszatérítési lehetőségről a gyanútlan ügyfeleknek, de előfordult már olyan is, hogy élő telefonhívással próbálkoztak. Ezek az üzenetek tartalmaznak egy linket is, amelyre a rákattintva próbálnak meg ügyfélkapus és bankkártya adatokat megszerezni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kéri, hogy ügyfélkapus adatainkat csak a megfelelő nav.gov.hu, illetve magyarország.hu címen adjuk meg. Az adóhatóság soha nem kér bankkártya adatokat, értesítést pedig az ügyfélkapun, postán és adószámla kivonaton keresztül küld az ügyfeleknek. Évek óta a Bátaszéki Gimnázium 8. osztályosai dolgoznak Pörbölynél a Gemenci erdő kitakarításában. A szemétszedési akciónak köszönhetően a pedagógusok szerint a gyerekek sokkal környezettudatosabbak lesznek. Üdítős dobozokat, zsebkendőket, meg mindenfélét. Benzinkannát. Tele van az erdő szeméttel, és ez ellen tenni kéne valamit, mondták a bátaszéki gimnazisták. Az iskola évek óta támogatja a Gemenci erdőt szemétszedési akciójával. Azt várjuk, hogy olyan felnőttek ki váljanak, akik figyelnek a természetre. Odafigyelnek, mert ha már egy kicsit ők tesznek a saját környezetükért, akkor reméljük, hogy
nem lesz annyi szemét itt a környékünkön. A gyerekek a pelenkától a műanyag üvegen át az autógumiig sok mindent összeszedtek a Pörbőj-Bajai szakaszon. Ez egy nagyon forgalmas út, az erdő felel vannak ilyen kis bekötő útjaink, amik igaz, hogy de vannak sorompózva, tehát befele az erdőben nem nagyon tudnak menni, de megállni, megpihennek, és sajnos a szemetüket is akkor ott hagyják. Energiaitalos dobozok, PET palackok, és mindenféle, az az érdekes, hogy ilyen építési törmeléktől kezdve mindent kihoznak ide az emberek. A szervezők bíznak abban, hogy aki egyszer összeszedte más szemetét, önmaga már nem szennyezi az erdőt, és figyelemmel lesz társai viselkedésére is. A tapasztalat egyenlőre az, hogy hiába az évenkénti takarítás, egyre több szemét gyűlik össze az út mentén. Első ízben szervezett egy nagyszabású nőnapi ünnepséget a Szakályi Önkormányzat, bizony kicsinek bizonyult a közelmúltban felújított művelődési ház nagyterme, kicsinek bizonyult ahhoz, hogy az eseményre érkező másfél száz szépkorú, középkorú és a fiatal hölgyek mindegyikének legyen ülőhelye, padokat kellett behozni ehhez. Persze a nagy érdeklődés a Szakályban is közönség kedvenc örökzöld retro táncdalénekes, Pór Péternek is szólt ez az öröm, aki Törő Péter polgármester ünnepi köszöntő beszéde után több mint egy órás műsort adott, elénekelve az utóbbi évtizedben készült kevésbé ismert dalait is. A tavalyi villányi találkozó után idén Szekszárd adott otthont a két borrégióban gazdálkodó borászok találkozásának. A rendezvút a Hungária Takarék szervezte a borvidékeken dolgozó partnereknek. A találkozón elhangzott sok közös vonás van a két terület adottságaiban, így jó lehetőség van az együttgondolkodásra és a közös projektek működtetésére is. A Hungária Takarék erőteljesen jelen van Tolnában és Baranyában is, így különösen erős pozíciókkal bír a neves borvidékek gazdaságában. Villányban és Szekszárdon is meghatározó borászatok tartoznak az ügyfélkörbe, így adva van a lehetőség a rendszeres szakmai párbeszédre, mondta Gáspár Csaba, a szervező Hungária Takarék igazgatója. Körülbelül 40 borászati vállalkozás, aki intenzív fejlesztést hajt végre, az jelenleg a Hungária Takarék partnere. Én azt gondolom, ebben egy nagyon komoly szaktudás halmozódott fel a Takarék Szövetkezetbe, és mi ezt igyekszünk hasznosítani, a vidék fejlesztését ebben a formában tudjuk mi támogatni konkrétan. Az elmúlt évek komoly fejlődést hoztak mindkét térségben, amihez a pénzintézet hathatós támogatást nyújtott. Bordi István, a Szekszárdi hegyközség elnöke, az Estházi gazdája úgy értékelte, ez a fajta együttműködés jelentős előnyöket hordoz magába. Ez az összefogás az kettő élő dolog. Egy, hogy a borászok, a szekszárdi villányi borászok összefognak, és együtt dolgoznak a takarékszövetkezettel, a Hungária Takarékszövetkezettel, és a másik éle pedig az, hogy a Hungária Takarékszövetkezet kiáll a borászok mellett, és az uniós projektek finanszírozását meg is oldják, és együtt dolgoznak a jövőért. Günther Zoltán, az ismert villányi borász véleménye szerint mindkét vidéken olyan termékek látnak napvilágot, melyek Európában is jegyzettek, ennek megfelelően kell termelni és kereskedni is. Ez a szakma nagyon sok szereplős történet, tehát látszik az, hogy az 5-10-30-40 hektáros gazdák is tudják lerakni azt a bort az asztalra, ami egy abszolút minőségi kategória. Szerintem a vevők ma erre fogékonyak. Nyilván ennek az ára följebb van, mint mondjuk az áruházak polcain az 1000 forintos bor. De én azt gondolom, hogy ennek van jövője, hogy mindennek legyen gazdája, mindennek legyen neve, és ezek ki kell mondani, hogy kézműves termékek. A második dél-dunántúli bortalálkozón közel 20 borászat képviselője fogadta el a Hungária Takarék meghívását. Még a bonyhádi szervezőket is meglepte az érdeklődés, ami az általuk megszervezett nőnapi torna iránt megnyilvánult immáron az új városi sportcsarnokban. Az olyan nagy röplabda fellegvárak, mint Pécs, Kecskemét, Kaposvár mellett eljöttek még Etyekről is a röplabdát szabadidős sport szintjén magas színvonalon űző csapatok. A szervezésben is sokat segítő dombóvári csapat is megmutatta magát, miképpen Paks sem hiányozhatott a megyei röplabda térképről ezen az eseményen sem. Bonyhád résztvevőként is élt és virult, köszönhetően az általános iskolát és már mindkét középiskolát átfogó sportági képzéseknek. Négy csapat is összeállt a nőnapi tornára, háromban szinte kivétel nélkül fiatal játékosok szerepelt. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Csökkentették a széndioxid kibocsátást, energiahatékony vállalat díjat nyert a Lafarge. Falu és tanya gondnokokat díjaztak, Kemény Bertalan díjkiosztó ünnepség Alsómocsoládon. Úszó nemzetprogram, Pécset indul az egyéves kísérleti szakasz.
Jelentős mennyiségű széndioxid nem került a légtérbe annak a fejlesztésnek köszönhetően, amit a Lafarge Cement gyárnál hajtottak végre. Ezért kapott most a cég energiahatékonysági díjat, a környezettudatosság, a természetvédelme fontos szempont a társaság idei beruházásánál is. Ezt a díjat és ezt a tanúsítványt kapta a Lafarge Cement gyár. Az energiahatékony vállalat díjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a parlamentben. A díjat azért kaptuk, mert a műszaki megoldásainkkal gyakorlatilag Magyarország egy teljes egyéves energiafelhasználásának egy hetét tudtuk 4 év alatt fajlagosan megspórolni. Így fordítható le, mit jelentenek azok a beruházások, amiket a környezet védelmében valósított meg a Lafarge. A fosszilis energiahordozókat tudjuk helyettesíteni más egyéb hulladékanyagokkal, illetve anyagában tovább nem hasznosítható háztartási hulladékkal, amelynek során, ugye ez nagyon fontos elmondani, hogy nem a környezetet terheljük, hanem különböző egyéb anyag kibocsátások nélkül cementet, illetve energiát készítünk ezekből az anyagokból. Az újabb mérföldkő az 2019 augusztusában lesz, tehát idén, amikor egy 1,7 milliárd forintos beruházás keretében tovább tudjuk ezt az arányt 60-ról egészen 80-85%-ig fölvinni. Vagyis még kevesebb fosszilis forrásból származó energiát használnak majd fel. Egyébként a most kapott díj az energiahatékonysági kiválósági pályázat második komolyabb szintje. A részvételi feltétel egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projekt felmutatása volt. A királyegyházi cementgyár az elmúlt 4 évben több mint 310 ezer tonna széndioxid kibocsátást takarított meg, ami közel 1 millió megawatt óra villamos energiának feleltethető meg. Idén 11. alkalommal adták át Alsó Mocsoládon a Kemény Bertalan falu fejlesztési díjakat. Az elismerést olyan falu és tanyagondnokok kaphatták meg, akik feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik. Évente átlagosan 20-30 jelölés érkezik a kitüntetésre, közülük választja ki a 4 díjazottat a Kemény Bertalan Bizottság. Nagyon hálásak vagyunk, és csak hálásak lehetünk önöknek. Falu és tanyagondnokok vehették át a Kemény Bertalan falufejlesztési díjat Alsó-Mocsoládon. A kitüntetés névadója agrármérnökként tevékenykedett, majd célja lett a falvak fejlesztése és gondozása, ezért nevezték el róla a díjat. A kitüntetést már hagyományosan a Baranyai településen adják át évente. A Kemény Bertalan Bizottság elnöke stábunknak elmondta, 1500 falu és tanyagondnok lát el feladatokat az egész országban. Szaló Péter kiemelte, fontos megbecsülni munkájukat. Hiszen a városoktól távoli tanyák rettenetesen szenvednek a magánytól, az elszigeteltségtől, és hát bizony nagyon sok idős tanyalakó számára a tanyagondok jelenti a világot, a külvilágot, és hát meghosszabbítja az életüket, és egyáltalán segít mindennapjainkban. A Kemény Bertalan díjat egyébként 2008-ban alapították Alsó-Mocsolád kezdeményezésével. Célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik. Az elismerések kiosztása előtt a bizottság dönt abban, ki érdemes a kitüntető címre. Szerencsére vannak a bizottságban olyan személyek is, akik széles körű ismeretekkel bírnak a falugondnokok irányába, és vannak, akik személyesen is ismerik sokszor, és megerősítik a felterjesztésben lévő ajánlásokat. A jelölteket ugyanis egy pályázat keretében lehet ajánlani a díjra. Évente átlagosan 20-30 jelölés érkezik a bizottsághoz az ország minden tájáról, tudtuk meg Alsó-Mocsolád polgármesterétől. Ajánlanak embereket, ahol egyrészt leírják azt, hogy miért alkalmasak ők leginkább erre a díjra, másrészt pedig olyan szervezetek csatolják a támogatási nyilatkozatukat, amelyek látják ennek az embernek a tevékenységét, akár falugondok, akár vidékfejlesztők. Idén Zala, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykunszolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek a díjazottak. Mellettük további 5 falu, illetve tanyagondnok vehette át a 2016-ban alapított Kemény Bertalan emléklapot. Pécset indul szeptemberben az Úszó Nemzet Program 1 éves kísérleti szakasza. A pilot projekt során tesztelik majd a program infrastruktúrális, logisztikai és sport szakmai feltételeit. Minden gyermek tanuljon meg úszni. Ez a mottója a kormány és az Úszó Szövetség közös munkájának. A pécsi egyeztetésre Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke és Varga Csaba projektvezető érkezett. Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója meghívására.
A Minden gyermek tanuljon meg úszni programnak, ami a kormány és az úszószövetség közös munkája, több alappillére van. A cél, hogy 5-től 8 éves korig elérhetővé váljon minden gyerek számára a mindennapos úszás oktatás. Infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak az ügyben a Tammedence program során. Sportszakmai ága is van a projektnek, hiszen ki kell képezni azokat az oktatókat, akik ebben a struktúrában el tudják látni ezeket a feladatokat. 5 éves kortól 8 éves korig tudjuk megtanítani ezeket a gyerekeket úszni, és utána, és nem azzal a céllal, hogy mindenkiből úszót vagy vízilabdázót csináljunk, hanem azért, hogy egy megfelelő vízbiztonságot kapjanak, hogy megszeressék a vizet, és nyilván az sem utolsó szempont, hogy a tehetségeket ki tudjuk emelni ebből a közegből. A Magyar Úszószövetség elnökének pécsi látogatásakor jelentették be, hogy az Úszó Nemzet program pilot szakasza városunkban indul majd szeptemberben. Ilyen programban a legfontosabb rész az együttes teljesülés. Tehát nem csak jó úszoda kell, nem csak jó oktató kell, hanem jó infrastruktúra, logisztika, tantermeillesztés és rengeteg dolog. A pilot programnak azért van fontossága, mert ezáltal tudjuk kiküszöbölni azokat a dolgokat, amire esetleg nem gondoltunk. Tehát itt jönnek elő a programnak olyan részei, amely esetben, hogyha országos szintre kiterjesztünk, akkor már ezzel a tapasztalattal felvértezve tudunk odaállni. Pécsett az óvodás és az utánpótlás úszás oktatásban a PSN ZRT már régóta dolgozik, és ebben példaértékű munka folyik a városban a Magyar Úszószövetség szerint. A minőség legfontosabb, hiszen az első pillanattól kezdve olyan alapokat kell megteremteni a fiataloknak, hogy utána nem csak nagyon jó vízbiztosok legyenek, hanem igenis lehessenek olimpiai bajnokok, és lehessen a képzést teljes vertikumban elvégezni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a tanácskozáson megosztottak minden olyan tudást, amivel az a úszószövetség, én úgy gondolom, a világ legmagasabban jegyzett szövetségei között van. Az úszás hosszú távú programjának alaptétele, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, sőt, jól úszni. A Magyarországi Úszó Nemzet program a világon is egyedülálló. Vári Attila hozzátette, bíznak abban, hogy a programmal még több Konkoly Zsófiája és Kenderesi Tamása lesz a városnak, és persze a nemzetnek. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Börtönben letartóztatta a bíróság a 6 éves lánygyilkosát. Szemléletformálás, bálteszéki gimnazisták segítik az erdőtakarítást Gemencben. Borbarátság, a Hungária takarék összehozta Villány és Szekszárd borászait. Tolna megyében kedden szeles hűvös időre van kilátás, a front mögött naposra fordul az idő, említést érdemlő csapadék nem valószínű. Az erős időnkénti viharos északi szél délutántól mérséklődik, éjszaka szélcsendes, csillagfényes időre van kilátás. Hideg lesz a reggel, néha gyengén fagyhat is. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik megszokott oldalunkon, honlapunkon, illetve a Facebookon, ahol friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra.